fajta pár, itt fönt van egy-két ilyen kisebb láda, illetve lent is, amit itt megaboxból is lesz egészen pontosan 3-4 darab megabox lesz, ami amúgy egész jó, 4 darab megaboxot fogunk tudni kinyitni. Hát ha srácok, kis karakter ugyan, de hát ha meglepjük. Lesznek azért a kis karakterek is, de hát ha sikerül meglepni valamivel, srácok, mit szóltok hozzá? Tehát nagyon nagy lenne kis karakterem, ami jót pörgetni. De itt még az sem ciki, hogyha csak egy kisebb karaktert pörgetünk, egy nem annyira ritka brawlert, tehát hogy itt azért bármi, tehát így nem kötelező olyan nagyon nagyot nyitnunk, de szerintem nem mondható egyébként rossznak az sem, hogyha valami rare-t vagy szuperert nyitunk, mert látjátok, még rare-ek, szuperer-ek is hiányoznak, epikek, mit tudom én. Úgyhogy vágjunk is bele, srácok, big box-szal fogok kezdeni itt fönt, ami egyből nem is ad be semmit, valamint a coin szépen be van szedve, és akkor a brawl box sem. Egyébként a múltkor nagyon jól dobálták a kisebb ládák is, elképesztő, miket nyitottunk brawl boxokból is, és big boxokból is, és hát most is nyitunk valamit a big boxból, ráadásul valószínűleg ez egy karakter lesz, méghozzá egy pokó bizony, ott is van a rare karakter. Erről is van szó, azért ez elvárható volt, srácok, hogy egy rare karakter azért így az eleje felé ki fog ficcenni, és ráadásul még mindig hiányzik neki egy rare karakter, token duplázóból azért már nyitottunk kétszer, abban csak egy fejlesztő pont volt, elég fura kis big box volt, de daráljuk őket tovább, jó lenne azért nyitni minimum még egy rare karaktert, a Primo azt hiszem, aki még hiányzik neki, ott azért jó lenne mindenféleképpen kinyitni, de akár valami ritkábbat is nyithatnánk nyilvánvalóan. És bizony, srácok, ez nem is egy rare karakter, hanem már az első super rare karakter, aki pedig nem lenne más, mint Rico, ahogy látjátok, és közben egy bogár természetesen mászik a falon. Úgyhogy, srácok, hát ez nem mondható rossznak semmiféleképpen így kezdésnek. Ezen a fiókon sem. 49-en mondjuk pont nem adja be, de azért szerintem egy super rare, meg egy rare karakter azért egy kisebb fiókon, hát figyeljetek, két új brawler. Az egyáltalán nem rossz, mennyi coinokat ad be, te jó ég, srácok, mit művel a láda, ott van egy újabb villogó dolog bizony, na nézzük, srácok, nézzük mit ficcent be, jön a rare, jön a super rare, vagy esetleg egy nagyon, epic már mindenképpen nagyon jó lenne, de várható volt, hogy azért Primo fog kipörögni, ezért is akartam, hogy minél hamarabb pörögjön ki Primo, hogy innentől kezdve már bízhassunk abban, hogy a később a későbbi ládák már ugye minimum szuperrelt adnak be, de nyilván adhatnának be még ennél sokkal jobb dolgot is egyébként, úgyhogy nem kell arra. Ott a szuper ritka, azaz szuper, mennyire nem szuper ritka amúgy, de egyébként fordítás szerint igen. Úgyhogy, tehát a Clash Royale ugye úgy volt, hogy ugye ott nyilvánvalóan common volt, tehát átlagos volt a legszarabb rarity, itt olyan fura, hogy a leggyengébb ugye a rare, az is azt jelenti angolul, hogy ritka, közben pedig nem ritka, de mindegy. Érdekes, srácok. Na, srácok, közben pedig megvan a következő csatorna tagunk, Ricsi, pontosabban, bocsánat, Kicsi Brawl Stars, úgy olvastam, hogy Ricsi, bocsi haver, Kicsi Brawl Stars a következő csatorna tagunk. Köszönöm szépen a szuper rare szintre való csatlakozást, üdvözlök téged is itt a Hunter Gangben, haver, használd egészséggel az egyedi emojikat, illetve nézd a tagoknak szóló videókat, sok szeretettel, illetve minden más előnyt, amit kapsz, élvezd ki. Köszönöm szépen a támogatást. És srácok, itt vagyunk ezren! G to the G, srácok, eddig 1000 néző, csak a Brawl Talkos live-omban volt, hogy akkor voltunk 2000-en is. Ott is van, srácok, első ládanyítós live, ami átlépi az 1000 nézőt. GG nektek, srácok! Én azt mondom, hogy érdemes is itt lennetek, és nem véletlenül vannak itt ennyien. Üdvözlök mindenkit, aki esetlegesen most érkezik. Like-ból egyelőre 759 van, úgyhogy még van több mint 200 olyan ember, aki nem csapta meg a like-ot, úgyhogy csak azoknak az embereknek ajánlom, hogy most azonnal nyomják meg. Hatalmas nagy like-ot csapjanak a streamre, ugyanis hátha a like-ok generálják be nekünk az új karaktert, tudjátok, van egy ilyen teória. Ciao pusztítók ám, szevasztok, sziasztok, srácok. Na, nyissuk akkor a megaboxokat, nyissuk közben, haladjunk szépen tovább, első egyből nyomással 5 item, viszont token duplázó már vagy harmadjára van ott a gyereknek. Nézzük is meg, srácok, a pöckölés eddig ma beadt, úgyhogy megvárjuk a tempet és megpöcköljük ezt a ládát is a dropra. Bum! És ott is van, srácok, eddig ma a drop egy Byront hozott nekünk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy bízhatunk a dropban, srácok, bízhatunk a drop erejében, ma már egy drop Byron,
pöckölés, az volt a pöckölés? Azt hiszem pont, hogy pöcköléses drop volt amúgy, és most is az volt, és megint ott villog valami, és ezzel a karakterem már kinyitottunk egy rert, és két rert, és egy szuper rert. Szóval hát, ha most nem szuper eljön, hanem valami ritkább srácok. Nézzük is meg, megint meg fogom pöckölni a ládát, megpöckölöm! Át, és megint csak srácok egy szuper rare karakter. Nem rossz, nem rossz, azt kell, hogy mondjam, token duplázóban már nyitottunk vagy 800-at, meg azért már negyedik karakter ezen a fiókon, tehát azt sem mondható rossznak. Most sima tep-tep párásra nyitjuk ezt a megaboxot. Sajnos ebben bizony 5 item van. Vencehamis lemaradt az előző pár streamről, és most annyira meglepődik, hogy ez a pöckoléses taktika létezik, hogy mindjárt beszarik csodálkozásában. Na nézzük srácok, akkor az utolsó megabox a fiókon, aminél bizony be fogom boxolni a képernyőt az elképesztően erős kezemmel. Bum! És elképesztően erősen be is adja az új 6 itemet. Tehát itt lesz az 5. karakter ezen a fiókon, és egyben valószínűleg utolsó is, ha nincsen sztárpontja. Úgyhogy nézzük is meg srácok, hogy pöröge egy 3. Super Rare Brawler, vagy esetleg jön egy epic, ami már jónak mondható lenne 500 kupás karakteren, vagy valami még jobb dolog ficcen. Úgyhogy nézzük is meg srácok, hogy mi lesz a következő karakterünk, és bizony egy újabb Super Rare jön. Azért bíztam benne, hogy jönni fog legalább egy epic. Azért bíztam benne, hogy legalább jönni fog egy epic, de ez nem történt meg, úgyhogy nincsen sztárpont, amivel elég kis karakter. Ahhoz képest, hogy 759 kupán van, 5 új karaktert nyitottunk neki. Szóval remélem, hogy azért ez sem mondható rossznak, srácok. Nem volt olyan nagyon ritka karakter közöttük, rerek és szupererek voltak, de azért mégiscsak 5 brawler egy fiókon, az szerintem nem tagadható le, hogy egész jó nyitás, srácok.